Sziasztok! Ma március 6-a hétfő van. Pont leültem ide a fotelba kávézni, egészségetekre. Jó kis kávécskám. Már voltam az STK-ba vérvételen, már oda mentem 4-8-ra, mert úgy emlékeztem, hogy 4-8-ra van időpontom, tehát 7-8-ra volt csak. Úgyhogy várnom kellett egy 10 percet, mindegy. Levették a vért 2 karomból. Olyan mérges voltam. Egyikből levettek 3,5 kémcsővel, és akkor azt lerogasztotta, és akkor a másikból levett egy kémcsővel akart, mert összesen 5-tel kellett, de mikor a bal kezemből is levett egy kémcsövet, akkor még visszavett a másik 4-ből egyet, és még azt mondja, akkor ahhoz is tölt. Mi van? Na mindegy. Úgyhogy úgy jöttem ki, hogy azt se tudtam, hogy hogy szorítsam mind a két kezemet. Ne? Úgyhogy, na mindegy, úgyhogy túl vagyok a vérvételen, remélem jó lesz az eredmény, majd holnap mehetek érte. Aztán hazafele bementem az Aldiba a zabtejemért, hogy tudjak egy kávét inni, úgyhogy alig vártam most, hogy leüljek kávézni. És akkor mindjárt vettem főzni valót, pont akkor tették ki a kelkáposztát, úgyhogy úgy döntöttem, hogy frankfurti levest fogok csinálni. Vettem hozzá sárga, ilyen klasszik füstlit is, igazából azzal szeretjük, és főzök majd egy jó kis frankfurti levest. Tegnap ugye, mint láttátok a videóban, voltam kirándulni Martonvásárba, aztán hazafele bementünk a Etele plázába, én még soha nem voltam. Egyébként jó bevásárlóközpontnak találom, rengeteg üzlet van, hát mi nem mentünk be csak 2 üzletbe, a Deichmannba, mert én akartam sportcipőt nézni, vagy valami sportcipő jellegű, nagyon kényelmes cipőt, amit farmer nadrághoz tudnék hordani, így mostanság, hogy lejön a csizma, vagy lejött a csizma, és de hát nem kaptam. Aztán még bementünk a Müllerbe körülnézni. Hát 2 félét vettem egy csomagoló papírt, meg a fiamnak egy hajzselét, ennyi. Úgyhogy, de hát a 2 üzletben eltöltöttünk 1,25 órát, így is alig láttunk valamit a Müllerbe, hatalmas az a Müller, nagyon jó dolgok vannak, mondjuk nem olcsó, de viszont minőségi termékek, úgyhogy ott szerintem 1/2 napot el lehet nézelődni. Na, úgyhogy ennyit akartam. Ja, és reggel képzeljétek el, mikor mentem a vérvételre, 3-4-7-kor indultam, akkor a pelyhékbe esett a hó nálunk, itt az erdő mellett, nagyon szép volt, de hát nagyon nem akarom már a havat, és viszont ma nem volt olyan hideg. Tegnap szétfagytam, elővettem ezt a nagy fekete, mindig azt mondom, paplankabátot, mert olyan vastag. És azért 2 éve vettem, de azért nem hordtam. Ugye tavaly télen nem voltam itthon, de tavaly előtt télen, mert túl meleg volt. Tegnap képzeljétek el, hogy szinte fáztam abba, és nagyon-nagyon hideg volt. Na jó, van, befejezem, mert sok a beszéd. Megiszom a kávét, és kimegyek a konyhába, megmutatom nektek, hogy mit vettem ma az Aldiba. Ezeket vettem az Aldiba, vettem ezt a burgonyát,
Azt mondja, kilója 399 forint, egyébként gyönyörű. Vettem ezt a sága klasszik füstlit, 1079 forint. Akkor vettem a 12%-os tejfölt, 45 dekás, 589 forint. Vettem kettő zabitalt, 499 forint litere. Vettem egy ilyen túró desszertet, 18 dekás, 299 forint, és vettem ezt a kelkáposztát. A kelkáposztának kilója ma az Aldiba 449 forint. Úgyhogy ezeket vettem ma március 6-án. Elkészült a frankfurti leves, még a virslivel hagyom, hogy följön egy 3 percet. Füstlítettem bele klasszikot egy ilyen nagy csomaggal, és azért csináltam ilyen sokat, mert hogy viszek föl anyukámnak is, meg nekünk is legyen 2 napra. Sziasztok! Még mindig március 6-a hétfő van, most már délután és este, mindjárt 17:30 lesz. Nemrég jöttem haza egy olyan 20-25 perce, csak leültem, ettem egy tányérleves, mert nagyon éhes voltam. Most jöttem haza anyutól, vittem neki is frankfurti levest, és most, ahogy jöttem haza, bementem a Spárba, vettem egy pár dolgot, mutatom. Először is vettem 3 ilyen mini Itália mozzarella sajtót. Nem volt sima, azért vettem ezt a minit, és most akciós volt, ennek 415 forint csomagja, jó drágák ezek a mozzarellák, 8 dekás, és ha 2-t, hogy van? 3-at viszel, 2-t fizetsz. Így van, és akkor 415 forint darabja, de 417 forintot a végén levontak. Tehát 3-szor 415 lett beütve, és magyarul az egyik ingyen volt, meg még kaptam 2 forintot. Akkor vettem magamnak ezt a kedvenc szilvás pöttyös rudit. Ez volt, hol nem látom a blokkon, 299 forint, az az enyém. Akkor a fiamnak vettem egy ilyen tejberis páros, fahéjas, 249 forint, és azért nem főzök tejberist, mert hát most ilyen keveset nem tudok főzni, és ez elég neki, de viszont szereti, tehát ilyen 2-3 naponta szívesen megeszik egyet, de hát annyit nem lehet főzni, és na, azt nem tehetem meg, hogy egy liter tejből főzök, és akkor hozza be magának egy hétre. Úgyhogy 249 forint volt. És akkor bazsalikomot vettem 5 csomagot, ezt azért vettem, mert a fiam megy ki a lányomékat meglátogatni, és ott kint Majorkán soha nem kapunk bazsalikomot, illetve majorannát se. Ezekért a német boltba kell elmenni, vagy a román boltba, de mind a kettő nagyon messzi van, és nagyon drágán is adják, úgyhogy itthonról szoktunk így, vagy mikor jönnek, visznek, vagy régen mikor én mentem, én vittem, most meg visz a fiam, és ebből csak 5 csomaggal vettem, mert van itthon már, vagy 8 csomag múltkor vettem, úgyhogy ebből elviszi azt a 10-12 csomagot, és akkor egy évig elég, vagy addig, ameddig, egyébként 2024-ig van, de hát ez elfogy nekik pizzákra, meg tésztákra, ez a 10 csomag idén, úgyhogy. És akkor Majoranna csak 3 volt a Spárba, volt több is a Kotányiból, de én azt nem veszem, mert drága.
bazsalikom 89 forint, ez a spáros, a majoranna pedig az is 89 forint, de most csak 3 darab volt, de abból is van itthon vagy 5-6 csomag. Majd megnézem, hogy mennyi, mert 10-et legalább akarok küldeni, és akkor holnap majd veszek még egy 2-3 csomaggal. Úgyhogy megint sokkal drágább, sokkal, legalább 3-4-szer annyiba kerül, mint itthon. És hát ez sem, nem most visz összesen 30 csomag ilyen zöld fűszert, akkor az 30 deka, tehát nem súly kivinni. Na, és akkor a fiamnak vettem egy ilyen mákos kalácsot a Péknél. Ez 500 forint volt, állítólag nagyon finom. Anyukámnak, mikor nem sütök, és megyek az anyuhoz, akkor van egy Pék feléjük, ahol finomak ezek a péksütik, és van egy szív alakú túrós, illetve ez a mákos kalács, ez a kettő nagyon finom, és akkor most anyukámnak is vittem egy ilyet, egy olyat, és a fiamnak meg hoztam egy mákos túros, nem hoztam neki. Azért nem hoztam túros neki, mert van a fagyasztóba kettő túros táska, amit szombat este, tegnap előtt vettem az Aldiba melegen, és ugye, mint mondtam, nem jött haza munka után, éjjel, és betettem a fagyasztóba. Majd, és nem is fogok most addig venni, amíg a fagyasztóból ki nem jön ez a pár darab péksüti, ami be lett fagyasztva, addig nem is veszek, és nem is sütök, semmit nem sütök addig, mert ki lesz dobva a fagyasztóból, és azért a mai világban nem pocsékolunk ilyen árak mellett. Na, mutatom még, hogy mit vettem. Tartaléknak vettem a fagyasztóba ezt a 4 sajtos pizzát a fiamnak, hogy amikor nem főzök, nincs kedvem főzni, vagy nem vagyok itthon, akkor tudjon enni. A pizza meg mennyibe került? Pillanat, nem látom. 1099 forint ez a spáros. Ennyi. Úgyhogy ezeket vettem a spárban. Sziasztok! Ma március 7-eked van. Délelőtt 10:30. És most végeztem a tai chin. Egyébként most nagyon kellemes idő van. Hát ahhoz képest, hogy tegnap előtt milyen fagyos idő volt, mondjuk tegnap már kellemesebb volt. Na mindegy, úgyhogy most végeztem, és most cammogok haza. Bemegyek a spárba. Egy-két dolgot kell vennem, aztán ennyi, majd délután még megyek a STK-ba, úgyhogy aztán nem tudom, hogy mi lesz, majd jelentkezem. Na, hazaértem a tájcsiról, illetve a spárból, vettem egy pár dolgot, megmutatom nektek. Ezeket vettem. Itt a blokk. Akkor azt ne nézzétek körülötte. Na, és akkor azért vettem ennyi édességet, mert a fiam utazik a lányomékhoz, és a kisunokámnak viszi a túrorudit. Ezt a két csomag, ez a Natur étcsokoládé és túrorudit, kettő óriás, pöttyös, és csomagja volt 1439 forint a spárba, ugye ebbe 5 darab van, és akkor ebből vettem 2, illetve a fiamnak vettem 1 darabot, meg magamnak vettem 1 darab ilyen szilvást, én ezt szerettem, nem ehetnék ennyi cukrosat, de na mindegy, néha kell rosszalkodni. Ezeknek darabja pedig 299 forint volt. Jó felment a rudi darabja. Na, és akkor amit még a kisunokámnak küldök,
Ez a győri édes, egy eredeti, a mézes, és egy kakaós. Imádja a kis unokám, úgyhogy kap egyet-egyet. És küldök ki még a lányomnak, ugye tegnap mutattam, hogy vettem bazsalikomot, illetve majorannát, mert hogy ott nincs. Egyszerűen nem találunk ott spanyol boltokba. Én tavaly mindent bejártam, ugye mikor kint ragadtam, és már tudtam menni, és végül is a német boltba, meg a román boltba lehet venni, de nagyon messzi van az, a város, na mindegy, szóval bent a fővárosba, és nagyon-nagyon drága, nagyon, úgyhogy itt meg a Spárba, hát mondjuk azt, hogy fillérek a mai árakhoz, 89 forint egy csomag, úgy a oregánót azt magamnak vettem itthonra, egyébként az is 89 forint, de az van kint is. Úgyhogy a lányom a bazsalikomot meg a majorannát kapja egy 10-10 csomaggal, és akkor elég neki erre az évre. És akkor vettem megint, tegnap is mutattam már ezt a olasz, ezt a itáli mozzarellát, ebből a mini is, meg a normál, a nem mini is, most akciós. Hármat vihet, kettőt fizet. 415 forint darabja, és akkor beütötték a háromszor 415 forintot, és vissza mínuszoztak 417-et. Tehát csak kettőt kellett kifizetni a három áráért, és én ugye, amikor ezt én eszem, kamerába beszélek már így, az asztalnak lököm. Tehát ezt én eszem, említettem már nektek, hogy amikor ennék pizzát, akkor tortilla lapot, teljes kiörlésű tortilla lapot kenek meg paradicsom szószal, ilyen natur paradicsom szószal, és akkor arra teszek oregánot, bazsalikomot, meg mozzarella sajtot, és illetve még pepperoni paprikát szoktam rávágni, ilyen savanyút, és az az én pizzám, úgyhogy. És ahhoz vettem, hogy legyen, mert nézem, hát ez most pont nem áll el sokáig, 3-13-ig, és 7-e van, igen. Hát nem állt szá, akkor nem tudom, hogy ezt le lehet-e fagyasztani. Húha. Mert ennyit nem eszek meg 13-áig. Hát akkor, na, mi lenne, ha befagyasztanám? Nem tudom, kiteszem ezt a videót még szerintem ilyen 10-éig. Írjátok meg, hogy ezt lefagyaszthatom-e. Húha. Na, és akkor amit még vettem, az egy ilyen spáros, 10 darabos friss tojás, extra sárga. Azt mondja, hogy ennek az ára pedig 999 forint. Hát jó drága. Úgy látszik, hogy a tojásról is levették azt a felső árt, sapkát, vagy mi a fenét. Nem is néztem, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyi. És akkor vettem egy pulyka darált húst, fél kilóst, ez pedig 1095 forint volt, igen, és amit még vettem, az a banán, a banánnak kilója 615 forint a Spárba. Na, úgyhogy ezeket vettem, remélem a fiam nem fog hülyét kapni, mert hogy 10 kilós kézi podgyásszal utazik, úgyhogy majd ezeket valahogy a ruháim elé sovasztom, ezt a két kekszet, a két csomag túrorodit, meg a fűszereket, illetve bocsánat, amit még nem mutattam, a csigatészta. A kisunokám imádja, de hát most nem tudok küldeni, mert ha tudnék, küldenék 10 csomaggal, hogy legyen nekik.
De mindegy, majd a lányom, ha legközelebb főz húslevest, akkor a gyereknek lesz csigatészta. Végül és ezt ki tudja főzni háromszorra, ők majd nem esznek belőle, nekik mindegy. Van ott kint egy-két fajta levestészta, nincs ilyen választék, mint nálunk, szóval szinte csak cérnemetéltet láttam. De a kisunokámnak ez 3-4 kifőzésre elég, imádja a csigatésztát. Sziasztok! Ma március 9-e csütörtök van, és bejöttem Újpestre, mert értesítettek, hogy a személyigazolványom elkészült a kormányablakba, úgyhogy azt már kiváltottam. És most megyek a bankba, bemutatom az új személyigazolványomat, meg egy kicsit sétálok, nézelődök, benézek a Deichmannba, meg ilyesmi. Na, majd jelentkezem, ha valami érdekes lesz, vagy veszek valami. Elnézést. Na, sziasztok! Haza is értem Újpest központból, ahonnan ugye bejelentkeztem nemrég, és hát végül is ott nem vettem semmit. Cipőboltba mentem be, a Deichmannba néztem be, de egy cipő volt, ami tetszett volna, egy sportcipő, vagy nem sportcipő, hanem az ahhoz hasonló, az a sneaker, nem tudom, hogy kell mondani, és valami Bench márka, na mindegy, ezek nagyon kényelmesek, ahogy nézem ezeket a cipőket, a belül a talpuk is, és olyan jó kis puhák, és egy volt, ami nagyon tetszett, de már csak 4 doboz volt összesen kitéve belőle, és 37-es, 38-as volt mind a 4, úgyhogy hát nekem pár számmal nagyobb kell. Úgyhogy sajnos nem volt a méretemben, pedig az jól is nézett ki, és az a szín volt, amit elképzeltem. Nagyon tetszett nekem egy ilyen drappos, mogyoró színű, meg még volt benne a sarkánál egy nagyon pici, más színű betét, valami, nem is tudom, ilyen halvány húsz színű, de hát mindegy, nem volt. Jól nézett kép, 14 ezer valamennyi volt, úgyhogy megint nem vettem cipőt. Egyet sétáltam, aztán ahogy visszaértem a lakótelepre, bementem az Aldiba, és akkor ott vettem pár dolgot. Ugye csak az aptejemért mentem be a kávémhoz, és akciós volt a padlizsán, úgyhogy ezt nem tudtam kihagyni, imádom a padlizsánt, és mostanában nagyon drága. Néztem az elmúlt 2 hétben többször, mindig ilyen 1007, 1006, 1000, hétvégén már valami 1008, 1900-ért láttam kilóját, úgyhogy most akciós volt, gyorsan vettem, szerintem holnap el is készítem, és ki is fogom tenni most ezt a videót, ez miatt, hogy hát ha valamelyik ötteket érdekel, és akkor még elfuthat ma venni az Aldiba ilyen akciós padlizsánt. Na, mutatom is, hogy miket vettem. Itt a padlizsán, szerintem gyönyörű. Tehát akkor a padlizsánnak kilója az Aldiban a 999 forint volt. Ezt vettem, ezt a 4 darabot, ez 1 kiló 10 deka volt. Akkor vettem a szokásos zabitalomat, 499 forint egy ilyen literes doboz, és egy darab citromot vettem, a citromnak kilója 549 forint. Úgyhogy ennyi, más nem is vettem. Nem veszek több citromot, mert egy még van a hűtőbe, és ez itt van kint, ezt este vágtam föl.
Na, ezt is gyorsan majd megiszom. Úgyhogy elég nekem az egy citrom, mert nem eszek olyan sokat belőle. Na, úgyhogy menjetek az Aldiba padlizsánt venni, ha szeretitek. Én meg most megyek be a szobába egy picit, pihenek, miközben megiszom a kávémat. És ez most sajnos csak cikória kávé, de nekem így is finom. Mert már többször említettem nektek, hogy én ezt megszoktam már a cikóriát, ugye volt rá majdnem másfél évem a stroke után, és tegnap képzeljétek el, fölment a vérnyomásom, magas volt, majdnem 170. Nekem az sok, mert én nekem általában így napközben olyan 124-130 között szok lenni. Reggel meg mikor felkelek, az első mérés az mindig ilyen éppen 110, vagy annyi se, inkább annyi se. Tehát ilyen 105-110 között. És tegnap olyan furán éreztem magam délbe, úgy hirtelen, addig semmi bajom nem volt. És fülembe is beleszúrt valami, azzal kezdődött, és aztán a szemem is elkezdett fájni. Na, aztán már minden bajom volt, gondoltam, megmérem a vérnyomásom. Hát és igen, 170 volt, úgyhogy sajnos be is vettem egy tenziom, én nem éreztem jól magam. Nekem muszáj, már biztos említettem, vagy nem biztos. A stroke óta mondták, hogy ne hagyjam, hogy 160 fölé megy. Hát akkor vettem észre, ugye akkor mértem meg, majdnem 170 volt, és aztán egy 3-4 óra alatt állt helyre, úgyhogy na mindegy, már tegnap délután 5 óra óta megint jól vagyok. De egyébként utána olvastam, nem tudom mennyire lehet hinni ezeknek az orvos meteorológiai jelentéseknek, mert azt írta tegnapra, hogy valami erős front volt, és pont dél körül, mert hogy délelőtt még valami hideg front volt, és akkor délbe jött valami meleg front, és hogy általában ez a... akinek egy picit is van vérnyomás problémája, vagy az ízületeseket, meg nem tudom, hogy sorolta a betegségeket, hogy azoknak tegnap gondjaik lehettek, vagy lehetnek. Na mindegy, a lényeg, hogy nekem egy 3-4 óra alatt helyre jött, aztán délután már jól voltam, úgyhogy tegnap ki sem mozdultam itthonról, nem csináltam semmit, na ezért rám nem jellemző, nem tudok egy helyben lenni, nekem mindig menni kell, ha nem is mindig, de muszáj, úgyhogy akkor érzem jól magam, hogyha gyalogolhatok. Na, jól van, nem is húzom az időt, és... köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, további szép hetetek, nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!